Sziasztok! Én ismét Zoli vagyok. És ez itt a Zöld Pokol. Méghozzá az utóbbi néhány hét sorozatának a befejező része, vagyis Zoli garázsának égköve. Égköve. Az Aranya garázsban. Aranya garázsban. Nem tudom, tudnánk-e még fokozni ezt valahogy. Egy 2004-es évjáratú Lexus SC 430-as. Tehát ahogy egy jó vasárnapi ebéd, ugye három fogásból áll, és ez itt a desszert. Ez itt a desszert. Fú, hát ez egyszer a tejszélbe és a cseresznye szerintem. Így egybe, és a klasszikus időket idézve, itt a 430-as szám nem csak egy teljesítményszintet mutat, hanem az aktuális hengerűr tartalomra tesz egy utalást. Így van. Ugyanis 4292 köbcentinyi, nem közvetlen befecskendezéses, nem. Szívó benzinmotor, egy jó kis V8 rejtőzik itt a géptető alatt. Zoli autója a Lexus SC-k második vagy befejező generációjába tartozik. Tekinthetünk azonban erre a típusra úgy is, mint Toyota Soarer, ez esetben már a negyedik generációt kell említenünk. 1981-től árusította a Toyota csak Japánban a Soarert, ez egy belpiacos, exkluzív túra kupé volt, és az akkori harmadik generációs Mark II kupét, illetve a hatodik generációs Toyota Crown kupét hivatott felváltani. Már a kezdetektől legkevesebb 6 hengerrel lehetett megkapni ezt a járművet, sokáig sorhatos motorokkal, amik között voltak turbós, illetve dupla turbós változatok is, és a harmadik generációban volt először V8-as motor, a legendás 1UZFE, ezt már Amerikába is, vagy célzottan Amerikába szánta a Toyota. Tudjátok, ez az a jó kis hosszúkás, szivarszerű túra kupé, ezt már SC-nek hívták külföldön, és az SC-ből fejlődött ki ez a mostani SC, ami Zoli birtokában is van. Ezt 2001-től 2010-ig gyártotta a Toyota, illetve a Lexus. Jól tippelem, hogyha mondjuk mindenképpen kellene választanod a mostani három autót közül, akkor emellé tennéd le a garast? Hát igen. Igen. Tehát technikailag, illetve megbízhatóság szempontjából mindenféleképp. Uh-huh. Mindenféleképp. Az automata váltójának a űrtartalma 2 liter. Tehát annyi automata váltó folyadék kell bele. Így van. Tehát szűrő nélkül 1,8. A váltóolaj szűrő nagyon-nagyon megvan, ha már itt tartunk, nagyon-nagyon megvan komplikálva, mint egy sima motornak a olajszűrője. Kint van egy ilyen, az a rendes vizés, csak rátekered és kész, ennyi. Tehát nagyon jó kis, szerintem nagyon ki van találva. Tényleg ez a, hát az amerikai piac, ugye és a japán minőség. A Poros úton is meg tudjuk szegelni című fejezet. Mondhatjuk, hogy egy picikét méltatlanul, talán alul értékelt típusa ez a Lexusnak, és mondhatjuk, ugye mivel ez még egy 2000-es évek eleje autó, még a valóban klasszikus korabeli Lexusnak, ez az SC430, ugyanis nem övezi annyi legenda talán, mint ugye a méltán legendás LS400-at. Így van. Talán nem is övezi akkora szeretet vagy hype, mint mondjuk egy Elefát például, vagy egy ilyest, de attól függetlenül ennek az autónak is megvannak a maga kiváló értékei, például 2004-ben és 2005-ben a J.D. Power, az a nagy amerikai cég, ami mindenféle ilyen ügyfél elégedettségi felméréseket szokott végezni, és minden évben kihoznak egy ilyen ügyfél elégedettségi listát. A 2004-ben és 2005-ben a J.D. Power a luxus autó kategóriában ezt az autót tette az első helyre, az amerikai vásárlók, illetve felhasználók véleménye alapján. Ez azért szerintem sokat elmond az autó minőségéről. Így van. Nagyjából 109 000 kilométer van most az autóban. Így van.
de borzasztó. Te vagy a második tulajdonosa. Így van. Magyarországi első üzembe helyezésű. Innen is üdvözlöm az első tulajt. És te sem használod igazából sokat, mert ez egy ilyen nyaralós autó. Így van. Vagyis használod sokat, egyszerre sokat szoktad használni, aztán sokat pihentem. Hát behozom, így van. Igen. Így van, tehát az 1-2 hét alatt behozom a hátrányt, vagy legalábbis egy nagy részét. Uh-huh. Igen. Igen. És milyen volt a Nordschleife? Nagyon jó. Volt a Nordschleife, ez az autó, emberek. És ha minden jól megy, akkor Zolitól majd egy kis kölcsönkapott videófelvétel morzsa segítségével egy picit ti is átélhetitek, hogy milyen egy SC430-as pilóta fülkéjéből a Nordschleife-én veretni. Hát nem feszegettük a határokat. Nem is arra való nyilván. Nem is arra való. Úgyhogy egy kört mentünk, tehát igazándiból ugye még csak föl se tudtam nagyon térképezni a dolgokat, de egy katartikus élmény volt. Na. Azt hiszem, azért. Alá tudom támasztani ezt a véleményt is teljes mértékben, és te összesen törted az autót. Hát, igen. Velem ellentétben, ugye? Úgy voltam vele. Már nem kéne. Úgy voltam vele, hogy te ezt már megcsináltad, igen, én már nem akartam. Megmutattam a rossz példát egyébként. Ne menjetek messzire, mert mindjárt a szokásunkhoz híven körbejárjuk az autót kívül belül, mutatunk benne egy-két érdekességet, természetesen a benne lévő 4,3 literes V8-as motorról, az automataváltóról is szó fog esni, valamint hát mondjuk nem biztos, hogy pont ebben az időben kellene majd lenyitni a tetejét, de hát ugye ez egy keménytetős kábrió tulajdonképpen. Igen. Ott egy hév. Igen. Az CC. Nem lenyitható tetejű. Az nem lenyitható tetejű. Vagy ha igen, akkor nagy baj van. Akkor már baj van, igen. Nem bírok tovább várni, nyissuk ki, nézzük meg belül. Kívül is van rajta, amit néz, de én először be akarok nézni mindenképpen az autóba. Teljesen az imádatomtól elvonatkoztatva, hogyha csak ilyen felülről szemlélő autó ismerőként, vagy inkább autórajongóként nézem az autót, akkor egy kis kettősség lesz rajtam úrrá. Ugyanis benézek a beltérbe, nyilván látok egy ilyen 2000-es évekbeli, vagy 2000-es évek első felebeli ilyen klasszikus Lexus-os autóbelsőt, GS-ekben is nagyjából ugyanezt a belsőt láthatott, például abból az időből származó GS-ekből. Viszont ugye természetesen, mivel a Lexus a Toyotának a luxus márkája, azért ezek a szintén klasszikus Toyotás kapcsolók is megtalálhatók. Ugye például ezek az ablakemelő kapcsolók, a különböző záraknak a gombjai, ez az ajtónyitó kilincs. Viszont itt is vannak olyan gombok, amelyek azért hát plusz felszerelést sejtetnek. Ha jól látom, akkor memóriás itt is a vezetőülés, ami elektromosan működtethető. Az előre billentése az manuális. Igen. És hát ugye van hátsó ülés. Nem tudom, kipróbáljam szerintem, de üljek át, hogy... Én kipróbáltam, hát nagyon szörnyű. Mert tehát, látom, ugye, tehát a lábhely az brutális. Lábhely az semmi, és igen, tulajdonképpen ilyen szögegyenesbe ülsz, ma majdnem, hogy szinte előre dőlve. Tehát ilyen, így van. Ugye említetted az amerikai piacot, hogy ezt is odaszánta a Lexus, ezt az autót. Így van. És tulajdonképpen az amerikai piac is az oka, hogy van hátul két ülés az adózás miatt, mert amerikai biztosítóknál, ha csak két ülés van, és két ülésre van vizsgáztatva az autó, akkor a sportautónak számít, és annak alapból magasabb az adó fizetési követelménye, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Viszont itt ugye hát elmondhatják, hogy ez egy négy üléses autó, kérem szépen. Na, viszont én most ide beülök. Parancsolja. Én most ide beülök a pilóta fülkébe. Elhelyezkedek, és akkor elképzelem, hogy nyilván kicsit közelebb húzza az ülést, a kormánynak a fogása nekem nagyon fura, mert nagyon ritkán találkozom fakormányos autóval. Igen. Ha jól látom, akkor ebben, de javítsatok ki, hogyha tévedek, ebben diófa van, mert ebben azt hiszem diófát, igen, meg még egy másfajta valamilyen hát fát. Vagy ez kérni. Nem is tudom. Szóval ez nem az a mindenki által, mondhatom azt is, hogy jogosan utált japán műfa betét, hanem ez igazi fabetétekkel rendelkezik ez az autó. És egyszerű, de nagyszerű, mert nyilván a rengeteg gomb, a kor rengeteg extráját tartalmazó műszerfal, vagy azt idéző műszerfal azért sejteti, hogy itt nem egy átlagos hétköznapi boltbejárós autóról van szó, de
de még mindig ezek az unalomig ismert Toyota koncern által, vagy Toyota által gyártott műszeregységek, kapcsolók, ezek mégis kicsit olyan számomra barátságossá teszik ezt az egyébként igen. luxus környezetet, vagy igen. luxusnak szánt igen. környezetet. Azért kezdtem ezt nyomkodni, mert ezekben az autókban ez mindig egy élmény, hogy ezek a csillapított, csukású, nyitású dolgok még mindig milyen szépen járnak, gyakorlatilag 19 év távlatában. Igen, hát azért hát is a pohártartónk. Amerikai piac. De ez is tök szép. Ott a rágyót is ki tudod nyitni. Egérmozi. Az egérmozit is ki tudod, csak az gyújtás. Ja, az jó, ahhoz gyújtásunk kell lennie. Bocsánat. Köszönöm szépen. Akkor betesszük, így nem is a kormányoszlopon van. Hoppá, már érzékelte is, hogy betettük a kulcsot. Igen. Nem is a kormányoszlopon van a gyújtáskapcsolónak a lyuka, vagy hogy mondjam, a gyújtáskapcsoló maga, hanem ugye itt oldalt a műszerfalon, ami szintén például japán autóknál is a luxusnak egyfajta ilyen jelzése szokott lenni. És a gyújtásra tesszük, akkor mit és is? Akkor ott van, hogy open, ott a legszélső gomb, ha jól fönt. Ez. És az egérmozi ki is nyílik, ami DVD-s navigációt tartalmaz, vagy mi van ezen? Igen. Tehát ebbe lehet mindenféle ilyen kütyükkel a telefon tükrözést is, de ez még a gyári, eredeti, tehát ez még a... De igazándiból teszi a dolgát. Nem is tudom, egy ilyen 2017-es vagy 8-as frissített DVD-ket vettem hozzá, ilyen Európát, és akkor ugye az van benne. És az működik. És elég jól működik. Aha. Vannak dolgok, amit nem ismer föl. Ugye itt látható a automata váltónak a mód választója. Igen, power, nyilván igen. A havas módban azt hiszem talán kettesből indítja el, hogy itt szépen tudjál, ne csusszál meg. Ugye ki lehet kapcsolni ezt a Vehicle Stability Control-t, bizony. Ami a Toyotának tulajdonképpen a menet stabilizáló rendszere. Így van. Ez kikapcsolható ebben az autóban, ami szerencsére álcsókerékhajtású. És szerencsére mind a négy keréken kettős keresztlengő karos futómű van, tehát azért hiába nem sportautó, hanem sokkal inkább túrakupé jellegű jármű, azért ügyes kezelő kezében azért meg tudja oldani lehet, a kanyargósabb utakat lehet is. Vele, igen, lehet vele azért kanyarogni. Igen. Különben a Lexus Service-ben mondták nekem az egyik szerelő, aki csinált rajta valami szervizelést, már nem tudom, hogy talán a Lexusnál ez az egy első és utolsó, vagy utolsó, aminél ki lehet teljesen kapcsolni a ezt a menetstabilizálót, igen. Aha, elképzelhető. Hát valószínű, hogy emiatt ezt, hogy hát ugye erre is a kicsit a sportosság felé akarták vinni a történetet. Ugye a hifi persze, rendszer az Mark Levinson, itt bizony. Is azért gondolom elég kellemesen szól a muzsika. Szépen szól. Szépen aminek éppen szól. Szólnia kell. De hát igazából a beltéről nagyjából ennyit lehet elmondani, meg hát ugye a nagy trükkje az, hogy le lehet nyitni a tetőt, meg föl lehet csukni a tetőt. Amúgy mennyire szoktad kábrió üzemmódban használni? Megmondom, a frankót ritkán. Nem vagyok egy nagy kabriós, nem is azért vettem igazániból ezt a Dacuma. Hát ez egy 109.000-et futott, leharcolt. Hú, bárcsak nekem lenne egy leharcolt motorterem. Mások által Zsigulinak nevezett gépjármű. Tipikus japán V8 abban az értelemben, hogy nyilván teljesen más jellegű, mint egy klasszikus amerikai V8. Ugye itt szó sincs nyomórudasságról, itt hengersoronként két vezérmű tengely, változó hengerenként négy szelep, változó szelepvezérlés, de itt még csak a VVT-nél, még csak a szívó oldalon. Tehát ez még egy viszonylag egyszerű változata a változó szelepvezérlésnek itt a japánoknál, vagy a Toyota házatáján. Nyilván az 1UZ-FE az első ilyen klasszikusnak mondható, hogy Toyota V8-as benzinmotor volt a nagy legenda, ami az LS400-ba került, de ez tulajdonképpen annak egy továbbfejlesztett változata. Ez egy csupa alumínium motor, tehát viszonylag könnyű ahhoz képest, hogy mekkora a hengerűr tartalma, és ilyen 280-290 lóerő körüli csúcs teljesítményt tud. 283, ha jól tudom, de így van. Akarok. A nyomatéka pedig talán ilyen 300... 419. Bocsánat, akkor én kérek elnézést.
Legalábbis a fáma szerint. 419 Nm-rel, főleg egy szívóbenzin motorral azért úgy szerintem lehet sok mindent kezdeni. Hát. Még hogyha ugye ebben egy viszonylag egyszerű és viszonylag régebbi működési elvű klasszikus automata váltó van. Ötsebességes. Így van, egy ötsebességes automata váltó van benne. A ráncfelvarrodban már hatodik, hatsebességes, ebben még csak öt. És ez egy Aisin Warner egység. Igen. Amit egyébként sok más ilyen hosszmotoros elrendezésű Toyota meg Lexus autóba is szereltek. Úgyhogy azért ez is egy elég megbízható, gondolom, amennyiben megtörténik a szokásos 40-50-60 ezer kilométerenkénti olajcsere a váltóban. Hát amikor megvettem az a 72 000-nél, akkor lett benne. Uh-huh. Hát akkor. Tehát akkor kapott egy, ugye mert még szíjas vezérlés, kapott egy új vezérműszíjat, olajakat, és akkor a váltóba is kapott új olajat, szűrőt. Uh-huh. Úgyhogy... Ez a motor egyébként ezzel az autóval párosítva, nyilván nagyon durván átalakítva, megbuherálva, Ford sikerekkel is büszkélkedhet, hiszen a japán Super GT sorozatban, ami tulajdonképpen Japánban a versenyautózás, a pályaautózásnak a csúcs kategóriája, és ott is a GT500-as kategóriában, a GT300-as és a GT500-as van külön, a GT500-as kategóriában 2006-ban és 2009-ben is bajnoki címet nyert. Ha jól emlékszem, akkor egy ilyen 500 lóerő fölé fölhúzkodott, ebből a motorból aha, kiindult motort használtak hát ahhoz benne még az SC-hez. Tartalék. Így van benne tartalék, és az sem turbós motor volt egyébként, hanem ugyanúgy szívó benzinmotorként használták. Szóval motorsportban is megállja a helyét, mind a motor, mind az autó is tulajdonképpen nyilván sportautóvá vagy versenyautóvá alakítva, és hát lehet mondani azt is, hogy egyfajta utak királya címet is visel azért ez az autó, hiszen hát, például legutóbb is egy bő 2500-2800 kilométeres kört is letudtatok itt a nyáron talán, vagy valahogy így? Úgy, hát igen. Hát egy kis fekete erdő, onnan a Nürburgring, és utána egy kis Ausztria, uh-huh, és akkor úgy haza, igen. Tehát és jó viselkedett? Hát, mint mindig. Mint mindig. Tehát ez tényleg az van, hogyha most, mit tudom én, fél évig felé se nézel, belehuppansz, elfordítod a kulcsot és mész, tehát nincs az, hogy most itt folyik, ott csöpög, uh-huh, itt a baja, ott a baja. Még így közel 20 évesen sem, hát mondjuk kevés benne a méter, tehát ez uh-huh, mondjuk ez nagyon sokat segít a dolgon. Visszatér a motorsport, például a Toms nevű cég, uh-huh, az ugyanezt a motort, azt rárakott egy kompresszort, ha jól tudom, uh-huh, és akkor nagy fékek, a géptető egy kicsit ugye puposabbnak kellett legyen, hogy beférjen. Van róla videó a YouTube-on, tehát, és az is olyan, már meg nem mondom, mert régen láttam azt a videót, de én szerintem az is olyan 500 lóerő uh-huh, tud. Na, megkeressük, aztán beszurkáljuk valahova ide a felső sorokba ezt a linket, hogy nézzétek meg ti is. Mert én máshogy nem akarok hozzáérni ez az autóhoz vezetés közben. Igen, tudom, hogy neked is van. Persze. És van, mert hát főleg ugye az, hogyha úgy, mit tudom én, egy ilyen nyaralás alkalmával ugye egy 8-10 órát eltölt az ember az autóba, azért csak megizzad a tenyerem, persze, mit tudom én, és azért sokkal. Itt nagyon nem kell, csak fordítsd el, az kész. Csak ki akarok élvezni minden pillanatot, hogy kijön. Ennek is milyen szép hangja van, pedig ezért ez már ugye bőven 4 liter fölött van. Ez is ilyen is. Oh. Jó, hogy ezzel nyitod? Igen. Aha. Jó. Na kérem, szépen ott egy... Mi volt ott? Ez egy Sport Yaris. Mi is ja, az a, nem a GR. Nem a GR, mert hanem az a régebbi, az a mindig elfejtem a TRD, vagy meg milyen. Meg is állt nekünk. Aha, hát. Nem nekünk, de nem is megállt. Nekünk, de jó azt hinni, hogy nekünk állt, igen. Meg igen.
Igen, itt sokkal nehezebb a kormány, mint igen, a Genesisnél, sokkal-sokkal nehezebb, de nyilván a futóműnek a jellege is teljesen más, így ezzel van, a kettős keresztlengő karral. Hát azért ez... Ezek teljesen ilyen közhelyszerű dolgok, de attól még tény megállapítás, hogy sokkal nyersebb az egész, sokkal jobban lehet érezni minden mozgást, nyilván kategóriáján belül, ha bár talán nincs teljesen kategóriája, de kategóriáján belül azért ez egy finom autó, de mondjuk az előző luxusautóhoz, amit múlt héten láthattatok itt a Zöldpokol YouTube csatornáján, ahhoz képest ez egy tök más élmény. Igen. Ez nem egy luxus szedán, hanem egy luxus hát igen, kupé, amikor, túl a kupé. Amikor sportautózik valaki, akkor ez ügyben, akkor mindig szoktam én is mondani, hogy hát annyira sportautó, mint mondjuk egy SL 350. Aha. Tehát igen. Az se sportautó, az is egy ilyen luxus roadster. Nekem az ülés az a vártnál keményebb. Igen. Nem tudom, hogy hosszú távon milyen kényelmes lehet, arról nyilván neked vannak tapasztalataid. Kényelmes. Elsőre én ezt így keménynek érzem, nem azt mondom, hogy ilyen vészesen keménynek, hanem mondjuk azt hittem, hogy picit puhább lesz. De az autónak a feszessége, az, bocsánat, nem akartam belét folytani, az autónak a feszessége az engem most megvett kilóra. Hát azért ezt jobban bele lehet engedni a kanyarokba, az biztos, de hát most mondjuk aránylag jó gumik vannak rajta, maradtam a gyári méretnél, ugye ez se a gyári felnie. Igen, azt akartam kérdezni, milyen felnie van rajta, mert láttam, hogy nem gyári. Hát valami Versus nevű, tehát valami no-name, nem is annyira könnyű, úgymond. Tehát például most a Genesisre arra, hát azt ugye úgy vettem, hogy kaptam hozzá téli szettet, és az enkely felniken vannak. Aha. És hát úgy avval az erővel, ugye amikor vettem, szoktam levenni, ugye meg föltenni erre ezeket a nyári felniket, úgy belekapaszkodtam, és hát ez egy... Lehúzta a kezedet? Ez egy olyan, hogy mondjam, kandikamerás felvétel lett volna, hogy szinte majdnem segre ültem. Mert ugye annyira könnyű, és úgy belekapaszkodtam, hogy ez most azért, tehát pillekönnyű az az enkely felni ezekhez képest. Hát ez annyi, hogy ez kétszéles. Ugye ebbe az osztókörbe, ez 5x114,3 az osztóköre, ebbe az osztókörbe kétszéles felnit nagyon-nagyon nem találtam akkor, és ezt az egyet találtam tulajdonképp, úgyhogy ha akartam, ha nem ez volt. Hát azért ez így. Mennyire szépen folyamatosan adja le. Megindulgat. Közben itt egy V6. Hentes barátom. Hentes Lalika. Azért nagyon szépen folyamatosan indul meg, és így érted azt a több mint 4 litert, hogy igen, van ebben még tartalék, nyomatékban is, meg erőben is. Igen. Pedig tényleg ez a váltó, ez egyáltalán nem sportolásra, vagy sportolgatásra sem alkalmas. Nem, tehát hogyha úgymond ilyen kicsit ilyen racsésan akar az ember menni vele, akkor visszahúzod 4-esbe vagy 3-asba, hogy ne váltson följebb, és akkor ott úgy motorfék is van, meg jobban ki lehet gyorsítgatni kanyarból, és a többi, de ennyi tulajdonképp. Nem mondom, hogy nem kergetném meg a pilisben. Nem mondom. A német pilisben. A német pilisben. Igen, azért nem érdemes elfelejteni azt, hogy ugye a Cabrio mi volt amiatt. Ez azért egy nehéz autó. Nyilván, hogy megőrizzék a merevségét. Igen. 1800 azért fölött van a súlya majdnem. Tehát gyakorlatilag nehezebb, mint a kis buszod. Igen. Igen. És az érződik is egyébként minden porcikáján, minden mozdulatán, minden ezért is kicsit olyan, nem azt mondom, hogy lomha, de inkább azt mondom, hogy olyan nehézkesebb, ugye a kormánymozgatástól kezdve egy csomó mindenen át. Hopp, egy
Z3-as. Hát viszont ugye a például a nagy német autópályán ugye természetesen, tehát ott azért a nagy tempójú közlekedést ugye azért egy nehezebb autóval ugye úgymond könnyebb palástolni. Persze, nyilván minél nagyobb a tömeg, meg azért ez kategóriájában azért ez nem egy keskeny autó. Nem. Nem. Tehát itt azért elég jó az útfekvése is. Optikailag is, tehát ránézése is egy nagyon szép arányokkal rendelkező viszonylag széles kupé, és azért itt is érződik menet közben, hogy így van, adtak így az van, érzésnek így a tervezésnél. Tehát azért is, tehát ugye most is ugye volt módomban kipróbálni a Nürburgring fele a német autópályán, uh-huh. ugye a 200 fölötti tempót tempomattal és lazán utazóba minden erőlködés. Ott milyen fordulatszám értékek voltak nagyjából, hát, emlékszel? Amire amit kifotóztam, azt a 220-ast, illetve hát a párom fotózta ki, uh-huh. azt a 220-as tempózást, akkor az olyan kicsit, picivel több, mint 4000-es fordulat volt. Hát az nagyon baráti. 1-2. Igen. És mivel ezt nagyon keveset használod ezt az autót, van-e tapasztalatod ilyen átlagfogyasztást illetően? Hát azt mondom, hogy az a stabil 12. Stabil 12. Stabil 12, uh-huh. tehát ebből... Azt a mindenségit! Lassú ez a kickdown, de nagyon meggyőző. Fú, ez olyan, mint egy ilyen, egy ilyen 150-160 kilós, 230 centis viking, hogy amíg megemeli azt az 50 kilós kalapácsot, az eltart egy darabig, de ha lesújt, akkor kőkövön nem marad. Fú. Igen. Hát én szeretem, tehát az asszony is szereti, úgyhogy nagyon nincs, nagyon nehéz dönteni, uh-huh. hogy most mit csináljon az ember, de már hogy eladás. Mert többször már volt, hogy eladom, mert ugye hát én se szeretem, vagy nem szeretem, sok autót szeretek, és az élet viszont véges. Tehát ugye ez már 8 éve megvan. Valami mást is ki kéne próbálni. Sajnos annyira nem vagyok gazdag, hogy lenne egy nagy csarnokom, és akkor csak ezt így félretenném, hogy akkor jöhet a következő, uh-huh. úgyhogy sajnos cserélgetni kell, és hát egyszer már föltettem a húra, de aztán levettem, tehát ilyen nagyon úgy érzem, hogy ez is egy olyan autó lesz, például a Subaru-val jártunk így, az is meg volt, az is pont 8 évig volt meg. Az egy 2 literes Forester, az egy 2 literes szívó Forester. Azzal a gazdival is tartom időnként, tehát tartjuk a kapcsolatot úgymond, az egy uh-huh. hölgy vette meg, a mai napig nála van, szereti. És az is olyan volt, hogy levettem, fölvettettem, nem igazán akartam, mert jó autó. Volt úgy, hogy valaki bejelentkezett rá, hogy akkor eljön, és akkor megnézi, és akkor el is vinni, és mondtam, hogy figyelj, nem, mégsem, nem aladó. tehát valami, ez nem is tudom, tehát ilyen még nem nagyon volt. Na most ugyanezt érezzük az asszonnyal együtt, mert ő is szereti ezt, tehát ugyanezt érezzük ezzel is. Tehát, hogy... Meg tudom érteni. Hogy most adjuk, ne adjuk, eladjuk, mielőtt legközelebb fölteszed a hahura, mindenképpen hívjál fel. Nem mondom, hogy lesz annyi pénzem, hogy biztos, hogy meg tudom venni, de egy telefont megér. Jó. Fú. Nagyon szépen köszönöm. Nincs mit. Kint folytatjuk. Nagyon sokan szkeptikusak a csomagtartóval kapcsolatban, hogy hát ezzel hogy lehet elmenni ugye hosszú távra egy ilyen semmilyen csomag. Hát persze mondjuk a gyerek mit tudom én járókája, meg a mit tudom én, meg a babakocsi nem fér be. De hát ez már ilyen magunk fajta vénembernek való általában, mint mi. Úgyhogy ide tulajdonképp egy nagy gurulós bőrönt így befér. Az attól egyel kisebbet szoktam így állítva ide. És akkor még mindig van hátizsák, sportáska, sportetet, nagyon szépen uh-huh. be lehet pakolni egy ilyen 1-2 hétre, tehát
ugye ezt a említett Nordkapot is megjártuk, hogy 16 nap alatt az abból is simán belefért minden. Hát az ugye Skandinávia, és ott is nem az alsó régiók, igen, az alsó területek. Igen. És amikor becsukódik a tető, akkor ennek a csomagtér résznek a teljes űrtartalmát elfoglalja? Igen. Hát, ugye ahogy volt az előbb, ugye. Tehát így tulajdonképpen. Tehát ez a rész, aha, értem. Tehát még ott alá valamit tudsz pakolni, de igazándiból nem sokat. Hát akkor a hosszú utazáson a bőrönnek van itt a helye, igen. Aztán amikor megérkezünk a szállodába, és a koddázűrön kipakolunk, akkor egy kis autókázás lenyitott tetővel. Egyébként a koddázűr, ha már eszembe jutott, így van. Ennek az autónak a formatervezője az a Sotiris Kovosz volt, aki az első Toyota Yaris-t is tervezte. Aha. Tehát a Toyotánál már azért volt neki komoly múltja. Ugye a Yaris is egy eléggé ikonikus formájú kis autó, így nem van, csak használati van. Értékét tekintve, hanem esztétikailag is igen, szerintem beleégett az embereknek az agyába. Így van. És még a Verzo is szép belőle. Így van. És mikor ezt az autót elkezdték tervezni a Lexus, illetve a Toyota házatáján, akkor Sotiris Kovosz néhány tervező szakembert maga köré gyűjtve, és az európai, valamint a japán tervező irodát valamennyire egyesítve, elutazott a Koddazűrre egy olyan tanulmányi kirándulásra. Ott töltöttek valamennyi időt azért, hogy az ottani építészetet, a kikötőket és az ottani életstílust alaposan megvizsgálják, górcső alá vegyék, és ezekből kiindulva alkották meg ezt a formát, ami végül is az SC430-as lett. Tehát ez egy amerikai piacra szánt, európai formatervezési eszméket követő japán jármű lett, szóval eléggé interkontinentális sikerült szerintem az autó. De én úgy gondolom, hogy összejött, szerencsére már néhány alkalommal voltam a Koddazűrön, és azt nem mondom, hogy így egyből rámondanám, hogy hopp Marseille, vagy hopp Nizza, de hogyha így belegondol az ember, valóban van benne valami kis ilyen európai mediterránság is ebben a formában. Volt az autó ugye Monte Carlo-ba, tehát a Monte Carlo-i Forma 1-es pályát is végigurultam vele. Úgyhogy csak hogy ide kössem a dolgot. Az igen. Tehát, spába nem akarsz vele elmenni? Úgyhogy annyira nem voltam, hogy mondjam, ilyen versenyautó, vagy a versenypályák, kért oda, de valahogy ez a érdekes módon ez a Monte Carlo is, meg a Nürburgring is, ugye ez valahogy ez úgy mindig úgy felmerült, hogy hát oda egyszer el kéne menni. Igen, mert talán azok ugye nem is teljesen versenypályák, ha bár nyilván azok történelmüknél, igen, meg használatoknál fogva, de hogy mégis valamennyire közelebb hozzák a hétköznapi emberhez is az autóversenyzésnek, meg a motorsportnak így a valóját, és ezért annyira népszerű, talán pont olyan emberek körében is, mint te, aki nem direkte a verseny élvezetéért megy oda, hanem csak azért, hogy egy ilyen legendában részt vegyen. Így van. Nincs más hátra, mint véget vessünk szomorúan ennek a három hétnek. Ez az. Én nagyon szépen köszönöm elsősorban neked, hogy ránk áldoztad ezt a rengeteg időt. Én köszönöm. Talán az öltözetünkből is kikövetkeztethető, hogy ez egy forgatási napon történt esemény volt ez a három videó, de egy nagyon hosszú forgatási napnak volt köszönhető az, hogy egymás után három héten megismerhettétek ezt a egész különleges flottát, amiben a három különböző, hogy is mondtad, célszerszám van? Célszerszám, igen. Három teljesen különböző, szerintem nagyon-nagyon érdekes egyenként is, és mindenképpen figyelemre méltó jármű. Mindegyik autót hoz nagyon sok élményt, és természetesen balesetmentes kilométereket kívánunk. Megpróbáljuk. A YouTube csatornánk és a nézőink nevében is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mi köszönjük a lehetőséget, és nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek ezt a három epizódot. És iratkozzatok föl. Iratkozzatok fel, amennyiben tetszettek a videók, jöhetnek a lájkok is. A Facebook elérhetőségünket pedig szerintem Zolitól majd mindjárt meg is tudjátok, hogy milyen néven találtok meg minket a Facebookon. Majdnem Grünehöle, de inkább Zöldpokol. Zöldpokol, így van, Zöldpokol a Facebookon. Zoli szerencsére ezt nagyon jól tudja, mert hogy ugye rendszeres vendég ott is. Instagramon, TikTokon Zöldpokol, és a Spotify-on ismét Zöldpokol az a kereső szó, vagy azok a kereső szavak, amelyek a beírása után megtalálhattok bennünket a következő videóig. Sziasztok! Sziasztok!